oktatással folytatjuk, méghozzá egész konkrétan az érettségével, mert hogy diákok, szülők, pedagógusok tízezrei várták tegnap az idei érettségi vizsgák megszervezéséről szóló kormány döntést, illetve az ezzel kapcsolatos részleteket. A bejelentés végül nem történt meg, pedig Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár ezt ígérte. Most arról van szó, hogy ma megtudjuk, hogy egész konkrétan hogyan alakul majd az érettségi, viszont kérdés van bőven, erről beszélgetünk Nahalka István oktatáskutatóval. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nyilván nehéz döntés egy ilyet meghozni, hiszen rengeteg részletre oda kell figyelni. Ugyanakkor hát mindjárt a nyakunkon az érettségi, és egyelőre még nem igazán lehet tudni, hogy hogyan lesz pontosan. Ön szerint elkésett már ezzel a kormányzat, vagy még ha ma bejelentik, akkor meg lehet szervezni, vagy hogy látja? Furcsa módon van valami jó is abban, hogy még nem jelentették be azt, hogy május 5-én vagy május 4-én érettségi lesz, ugyanis borzasztó közel van ez az időpont. Ezt hallottuk Maruzsa Zoltántól a legutóbbi bejelentés kapcsán, és az borzasztóan nagy baj lett volna, hogyha akkor történik ez. Várhatóan még bőven-bőven benne leszünk a járványban, és rettenetesen veszélyes lenne, hogy akkor 70-80-90 ezer fő mozogjon az országban, nagy tömegben találkozzanak egymással, dolgozatokat adjanak egymásnak, oda aláírjanak, és itab, és itab, és itab. Tehát ez nagyon veszélyes lenne a gyerekekre nézve is, a pedagógusokra nézve is, és hát a társadalomra nézve is, hiszen szét tudják hordani a vírust ez alkalommal. Ezért, hogyha későbbre teszik az érettségit, az sokkal-sokkal jobb megoldásnak tűnik. Egyébként is a legfontosabb alapelv, hogy biztonságra van szükség. Legjobb az lenne, és nagyjából ez körvonalazódott pedagógusok körében az elmúlt napokban, hogyha valóban már olyan időszakra kerülne az érettségi, amikor nincs már igazából járványveszély. Talán lehet remélni, hogy az augusztus az egy ilyen időszak. Tehát ha jól értem, akkor ön halasztaná az érettségi megrendezését, és nem is kicsit, hanem egészen augusztusig? Ez kivitelezhető lenne ön szerint? Akár a felvételik miatt is? Igen, kivitelezhető lenne, nem lenne könnyű, természetesen áldozatot kívánna, főleg a felsőoktatástól. A felsőoktatásnak azt kellene vállalnia, hogy később kezdi az elsősökkel a tanévet. Ezt azért meg tudja tenni a felsőoktatás, ez nem olyan rettenetesen nagy probléma, az biztos, hogy probléma, tehát mindenféle intézkedések szükségesek hozzá, de meg lehet oldani. Ami itt még egy nagyon nehéz kérdés az, hogy akik külföldre jelentkeznek, külföldi egyetemekre, vajon velük mi lesz akkor, hogyha később történik az érettségi. Van lehetőség, persze korábban is ezt megcsinálni, tehát lehet, hogy már június közepére már jól állunk, és akkor talán sokkal kisebb rizikóval meg lehet csinálni az érettségét. Ezt nem lehet tudni, és ehhez természetesen járványügyi szakemberek értenek, tehát elsősorban nekik kell hozzájárulniuk ehhez a döntéshez. Nyilván ez nem pedagógiai döntés. Ugye, amit egyelőre sejteni lehet, az, vagy amiből kiindulhatunk, az, amit Maruzsa Zoltán eddig bejelentett. Ő azt mondta a néhány nappal ezelőtt, hogy idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg. Ezt jelentette be, és hogy természetesen nyilván ő is kiemelte, hogy minden szempontból meg kell felelni a járványügyi helyzetnek, és természetesen az emberek biztonsági elvárásainak és a felsőoktatási felvételi korrekt lebonyolíthatóságát, ezt is hozzátette, és itt halasztásról egyelőre szó nincs, csak arról, hogy az érettségi, tehát hogy az írásbeli érettségiket tartanák meg. Ön ezt hogy látja? Igen, és ezek rendben is vannak. A dátummal van igazából komoly probléma. Rendben is vannak, sőt, Maruzsa Zoltán még azt is mondta, és ezzel is egyet lehet érteni, hogy amennyire csak lehet, csökkenteni kell a vizsgaalkalmak számát. Ezzel többféleképpen is lehetséges, el lehet gondolni azt, hogy a tanulóknak nem kell minden tárgyból vizsgázniuk, csak abból, amiből felvételiznek. Elképzelhető az is, hogy akik most egyáltalán nem akarnak
és esetleg egyébként is lemondanak a felsőoktatásban való továbbtanulásról, azoknak nem kellene egyáltalán letenni érettségi vizsgát, hanem valamilyen módon egy megajánlott jegyet kapnának, természetesen a javítás lehetőségét mindig biztosítva ezzel kapcsolatban. És még számtalan módon lehet csökkenteni a vizsga alkalmaknak a számát, ami a biztonságot növeli. De soha ne felejtsük el, hogy azért itt nem csak az érettségiről van szó, hanem a szakmai vizsgákról is. Tehát azért ott is több 10 000 tanuló mozog, 20 000, 25 000, 30 000 tanuló mozog, és a pedagógusai is, pedagógusaik is mozognak, és sokszor még nehezebb is tulajdonképpen a jó kivitelezése ezeknek a vizsgáknak, tehát azért itt egy meglehetősen nagy tömegről van szó, akit mozgatni kell. Hát ezeket ki kell találni, mind részletes, és mennyi mindenről nem beszéltünk, még olyan apróságok merülnek fel, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és úristen, ezt hogy fogják megoldani, hirtelen nem is látszik, hogy mi lesz a megoldás. Például mondjuk iskolai igazgatók panaszkodnak, hogy borzasztóan nehezen fogják tudni behívni a pedagógusokat erre a munkára. Mondjuk például, hogyha van otthon valaki egy olyan családban, ahol van 3 gyerek, nincs iskola, a gyerekek otthon vannak, őt hogy tudja behívni egy ilyen munkára? Hát igen, és ez nagy kérdés, hogy egyáltalán kötelezhető-e mondjuk egy ilyen helyzetben bárki arra, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben bemenjem, ahogy ön is fogalmaz. Hát igen, bár azt hiszem munkajogilag kötelezhető, ehhez nem értek, de hát emberileg is végig kell mindent gondolni, meg a veszélyek szempontjából természetesen. Egyébként Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Karnak az elnöke is elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban, és ő is számtalan kérdést vetett fel. Például azt mondta, hogy mi történik akkor, ha valaki mondjuk nem tudja teljesíteni a feltételeket, ha mondjuk betegség miatt nem tud részt venni az írásbeliken, vagy például van olyan tantárgy is, amelyek egyáltalán nincs írásbeli vizsga. Tehát, hogy egy csomó ilyen kérdés felvetődött ön ezekkel kapcsolatban. Ön ezekre látta valamilyen megoldást, ezekre a kérdésekre? Hogy mondjam, ezek nagyon szakkérdések, tehát kifejezetten olyan szakemberekkel kellene együttműködni, akik évtizedek óta csinálják az érettségit, és azonnal tudnak mondani mindezekre, vagy 3 megoldást. Az a baj, hogy ez az együttműködés ez nem történt meg. Ha én jól tudom, akkor a minisztérium pusztán a 2 reprezentatív szakszervezettel volt kapcsolatban ebben az ügyben, bekért tőlük javaslatokat, és senki mással az égvilágon. Pedig a Facebookon és mindenféle más fórumon egyre másra lehet olvasni a jobbnál jobb, érdekesebb elemzéseket, javaslatokat olyan pedagógusok részéről, akik hát értik a csínyát, bínyát ennek az egésznek, mert benne vannak, minden évben benne vannak ebben a munkában. Szóval itt most igazán szükség lett volna az együttműködésre a pedagógusokkal, ezt a civil szervezetek jól meg is tudták volna szervezni, de hát sajnos megint nem történt meg, ahogyan azt már megszoktuk 10 éve. Igen, itt ahogy ön is mondja, például a szülői hang is azt mondja, hogy most olyan helyzet van, hogy nagyon is kreatív megoldásokat kell kitalálni erre a helyzetre, ahogy ön is mondja, tényleg például ők is sorolnak jó párat, tehát hogy most pont olyan, tehát nyitottnak kell lenni mindenféle olyan kreatív ötletre, megoldásra, ami segítheti ezt a helyzetet. Önnek vannak esetleg ilyen akár javaslatai, ötletei erre a helyzetre? Egyrészt kreatív ötletek kellenek, így van, de még egy szempontot mondanék, hogy bátran el kell tudni lépni a begyökeresedett régi megoldásoktól. Tehát például ez is, hogy május elején el kell kezdődni az érettséginek, ez egy régi hagyomány, és tulajdonképpen az égvilágon semmi nem támasztja alá, hogy ennek ekkor meg kell történnie, főleg akkor, hogyha nem lesznek szóbeli érettségik. Természetesen bármilyen kérdésben azonnal lehet mindenféle alternatívákat mondani, és mondom, a pedagógusok tudnak is ilyeneket mondani. Ráadásul ugye megint arra lenne szükség, hogy bizonyos kérdések megoldásában
ahol nem merül fel, hogy különböző megoldások megzavarják az egész érettségének az igazságosságát vagy a méltányosságát, ott rá kellene bízni az intézményekre a döntést, hogy hogy tudják megszervezni. Azért ez egy komoly szervezés, ezt gondoljunk bele például abban a nagyon egyszerű dologba, hogy reggel megjelenik mondjuk 100 tanuló az iskola épületénél, mert írásbeli érettségizni jönnek, és ki kell osztani nekik a védőfelszereléseket, kesztyűt meg szájmaszkot ki kell osztani nekik. Hogy kell ezt csinálni? Hogy fognak ők belépni ide? Vagy például mondjuk hogyan kell megvalósítani azokat a nagyon egyszerű feladatokat, hogy itt a dolgozatokat sokan kézbe fogják venni. Egyszerűen terjednek a vírusok, még akkor is szinte óhatatlan ez, hogyha ha egyébként gumikesztyűben csinálják az egészet, meg hát egy csomó minden nem lehet gumikesztyűben csinálni. Mi van akkor, hogyha egy tanulónak ki kell mennie egy WC-re közben? 100 000 ilyen kérdés merül fel, ezekre lehet válaszolni, csak mondom, együttműködés kellene, és egy bizalom kellene a pedagógus társadalomban, meg a szülőkben, meg a diákokban. Igen. Igen. Csak azt akartam kérdezni, hogy nagyon sok mindent felvetett, hogy ön szerint, ha tényleg, ha csak ugye már most itt a beszélgetésünk során legalább nem tudom, 10-15 kérdés felvetődött, amire egyelőre nincs válasz, hogy akkor tulajdonképpen megszervezhető lenne, vagy ha most mégis úgy dönt a kormány, hogy májusban megtartják az írásbeliket, akkor megszervezhető ez ön szerint? Mert hogy tényleg az iskola... Szerintem már nem. Már nem. Szerintem már nem, most már késő. Tehát a május 5-i kezdés, ez késő. De nem ez a fő baj a május 5-ével, hanem a veszély a fő baj. Szóval nem szabad kitenni ilyen veszélynek a gyerekeket, a pedagógusokat, a szüleiket és az egész társadalmat. Szóval egész egyszerűen fel fog futni a járvány megint, hogyha ezt megtesszük. Tehát ez az, amit egyáltalán nem szabadna megtenni, és nincs is rá igazából szükség, tehát még akár időben is be lehetne fejezni az érettségit, ha valóban csak az írásbeli lenne meg, de az írásbelit nem május elején tartanánk, hanem valamikor júniusban, ha szerencsénk van, esetleg akkorra már nagyon lényegesen csökken a járvány ereje, és már vállalható az a veszély, amit ez jelentene júniusban. És akkor természetesen ezeket a részleteket ki lehet dolgozni. Megszervezhető, tehát hogy mondjam, tudja, a pedagógusok hátán fát lehet vágni, és hogyha odaadnak nekik egy feladatot, ha azt lehetetlen megoldani, akkor is megoldják. Meg szokták oldani ezeket a feladatokat. Hadd mondjak még egy ilyen kérdést, ami felmerült. Persze. És ez is érdekes, hogy esetleg be kellene vonni az általános iskolai tanárokat is ebbe az egészbe. Érdekes a dolog, egyrészt valóban talán szükség lenne rá az előbb említett problémák miatt is, meg ugye az van, hogy 10-nél több gyereket biztos, hogy nem lehet egy terembe átlagosan bezárni. Jobb lenne, hogyha csak 6-8 lenne, de hát az már végképp nem nagyon fog menni. De mondjuk 10-nél több ne legyen. Ez azt jelenti, hogy több pedagógus kell, átlagban olyan 2-szer annyi pedagógus kell a felügyeletre. Biztos, hogy akkor szükség lesz általános iskolai tanárok részvételére is. Igen ám, de ők nem gyakorlottak ezen a területen. Tehát a gimnáziumokban, a szakgimnáziumokban azért minden évben csinálták eddig az érettségüket, tudják, hogy mi a technika. Őket is fel kell készíteni egyébként mindig, de ők legalább egy csomó mindent eleve tudnak. Az általános iskolásokat fel kellene készíteni, ahhoz össze kell hívni őket, meg kell beszélni ezeket, biztos egy csomó mindent el fognak rontani, mert ott azért sok apróság van, amire nagyon oda kell figyelni, szóval ezek is olyan szervezési nehézségeket jelentenek, amikre előre gondolni kell. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy az a kérdés valóban, és lehet, hogy ezért is nem jelentette még be Maruzsa Zoltán azt, mert hogy nyilván mérlegelnek gondolom a kormányzat részéről is, hiszen ez valóban egy nagyon-nagyon nehéz döntés, és rá rengeteg embert érint ez a döntés. Ez egy nagyon nehéz döntés, ez biztosan így van. És mondom, én abban reménykedem, hogy ez egyben azt is jelent, már hogy késnek a döntéssel, ez egyben azt is jelenti, hogy nem akarják május 4-én, 5-én, 6-án megtartani az érettségit, hanem még jobb megoldásokat próbálnak, vagy hát egyáltalán jó megoldásokat próbálnak megkeresni.
Hát ha mégis ebből egy májusi lesz, akkor az most már nem csak a veszélyessége miatt lesz alapvetően problematikus és nagyon rossz, hanem azért is, mert valóban már nem lehet előkészíteni ezt, vagy legalábbis nem túl jó minőségben lehet előkészíteni. Egy nagyon picit, csak tényleg pár percünk maradt, még szeretnék beszélni a digitális munkarendről, ugye, mert ez is egy nagyon-nagyon érdekes új helyzetbe kerül, új helyzetet hozott nem csak a tanárok, diákok, de a szülők számára is, és megfogott az előbb, amit említett, hogy a tanároknak a hátán fát lehet vágni, mert itt is rengeteg a tapasztalat, sokat beszéltünk erről, hogy ebből mi valósult meg, hogy valósult meg. Ön számára melyek a legfontosabb hát tanulságok, ha úgy nézzük ebből a bizonyos digitális munkaerőből? Szóval egyrészt mennyire digitális ez, vagy mennyire inkább táv munka ez a helyzet, és melyek lehetnek a tapasztalatok akája jövőre nézve? Digitális csak annyiban, hogy használnak a pedagógusok bizonyos digitális eszközöket, de a pedagógusok többségénél ezek a digitális eszközök, ezek csak a kapcsolattartást szolgáló digitális eszközök, és még mindig nem vetették be azokat a digitális tananyagokat, amelyek nagy számban egyébként rendelkezésre állnak, és hozzáférhetőek is, de egész egyszerűen, mivel nem volt gyakorlatuk ebben, nem ismerik ezt a területet, ráadásul most egy ilyen zűrzavaros szituációban kellett volna alkalmazniuk először, ezért nem nagyon vetették be ezeket. Tehát ez azért nem igazi digitális oktatás, nem is távoktatás, mert annak azért van egy szigorú definíciója, és azért ez nem nagyon felel meg. Ennek a távmunka az talán egy jobb kifejezés. Erre nem nagyon van szükség egyébként, csak ilyen különleges alkalmakkor az oktatásban, mert hát egyébként a gyerekek bent vannak az iskolában, és akkor ott face-to-face szituációkban lehet tanítani. Ott lenne szükség igazából a helyben a digitális eszközök használatára. A fő tapasztalat az talán az, hogy, és ez sajnos negatív, ezt kell mondani, de kutatásokat kellene végezni, hogy ez reális leírása a valóságnak, hogy tudnélik, a pedagógusok nagyjából ugyanazt csinálják, mint amit egyébként az iskolában csináltak. Aki már eddig is intenzív, korszerű pedagógiai eszközöket használt, jó módszereket alkalmazott, dolgoztatta a gyerekeket, érdekesek voltak a tanórái, motiválni tudta a gyerekeket, projektszerű munkákat használt a tanításra, az most is ezt csinálja, csak éppenséggel erre a távmunkára helyezte ezt át, és akkor most e-mailben vagy valami más módon kapják meg ezeket a gyerekek. Aki pedig eddig is prelegált, aki eddig is elsősorban a frontális eszközöket használta, egyoldalú volt a kommunikációja a gyerekekkel, számára az értékelés, az a számonkérést jelentette, jellegzetes, hogy ez a szó megint ilyen nagyon sűrűn előkerült, az sajnos most is ezt csinálja, tehát megpróbálja a technikát arra kihasználni, miután az első ijegységen átesett, mert próbálja arra kihasználni a technikát, hogy nagyjából ugyanúgy zajlódjon a dolog, mint eddig, csak hát most már, amit ő magyarázott el, azt is házi feladatnak adja fel meg, plusz még a házi feladat, ami egyébként is lett volna, az is ott van. Lehet, hogy ez egy túl sötét leírása a helyzetnek, mondom, majd meg kell nézni ezt sokkal alaposabban, hogy mi is történt itt tulajdonképpen, de félő, hogy van realitás ebben a leírásban. Tehát akkor ezek szerint ez a fajta, az erős érdekes, és ezt akartam így gyorsan megkérdezni, még van egy percünk erre, hogy ez a fajta digitális átállás, hát ugye ez nagyon-nagyon régen szerepel az oktatás irányításban, hát ezt már, ha jól emlékszem, évekkel ezelőtt, még talán Cunyé Bertalan Judit jelentette be évekkel ezelőtt, hogy ha jól emlékszem, 2020-ra megvalósul a teljes digitális átállás az oktatásban, aztán utána ez csúszott egy-két évet, de hogy mindenképpen ilyen típusú kezdeményezések évek óta benne vannak, vagy tervek között szerepelnek. Igen, és hát nem nagyon látjuk, hogy mi történt ezzel kapcsolatban. Amit látunk, mert azért van egy kréta, meg látunk bizonyos okostankönyveket, azoknak a színvonal nem túlságosan jó. A kréta például, nyilván ez persze nem a kréta hibája, de a rendszer nem képes azokat a feladatokat ellátni, amikre most szükség lenne, nem erre tervezték tulajdonképpen. Hát az okos tankönyvek vannak már, meg bizonyos területeken lehet, és azért használni egy-két jó ötlet van bennük, de azért én úgy látom, hogy nem
hozták meg azt a váltást, amiről itt sokan beszéltek. Nem lesznek, nincs olyan átütő erejük ezeknek az eszközöknek, hogy most nagyon jól lennének használatok. Valamennyire igen, akár lehet is javasolni a pedagógusoknak, hogy nézzék már meg ezeket a szokos tankönyveket, viszonylag könnyen hozzáférhetők, de azért nem ez a világ legjobb digitális eszköztára. Hát tanulságos volt, nagyon szépen köszönöm Nohalka István oktatáskutatónak, hogy mindezt át tudtuk beszélni. Minden jót kívánok, viszonthallásra. Viszonthallásra, köszönöm szépen. A reggeli műsor pedig ezzel véget ért. A műsor elkészítésében Ricsovics Kinga, Jávor Dénes és Kovácsán Veronika segített, a technikus Józsa Péter volt. Bálint Judit szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnest hallották.